Tüngdüng. Üdvözlöm, miben segíthetek? Jó napot kívánok, én a szerződéssel kapcsolatban... Lefelé módosítani nem lehet, csak fölfelé tudok még valamiben segíteni. Köszönöm szépen a viszontlátásra. Bocsánat, de meg se tetszett engem hallgatni. Hallgatom. Szóval megrendeltem az internetet, és nem jött ki a szerelő. Egy helyrajzi számot kérek szépen. Helyrajzi szám... lakcím nem jó? Helyrajzi számot szeretnék kérni. De miért nem jó a lakcím? Mindegy, akkor... 1047 Kis Zsigmond utca, 50... Anci, Kriszta bent van? Én vagyok a Kriszta, az Anci nincs bent. Ja, jó, mindegy. Na, bocsánat, akkor megmondaná végül... Uram, hogy... csak felfelé lehet módosítani a szerződést, köszönöm szépen, tudok még valamiben segíteni a viszontlátásra. De hát, hogy nem jöttek ki beszerelni az internetet... Biztos még nincs szerződés. Tehát itt van. Jó, tessék húzni egy sorcsámot, és helyet lehet foglalni. Bocsánatot kérek, nem sorba hívják a számok, mert 496-os vagyok én itt. De én ma 234-est hívtam most. De a szomszédpultnál már 499-es van, engem meg még nem hívtak ide. Akkor majd hívják, foglaljon helyet. De már reggel 8 óra óta itt várok. Az nem lehet, mert csak 10-kor nyitottunk. Te, Margó, nem hiszed el, nekem mert egész én most vettem éjjel ezt a memóriahabos fejem. Matracot, én, amit a tévében hirdetnek, azt előre, a lányom meg nem annyira tudom, mi akartál, mi van front, mondom, vagy akkor micsoda, ez azt a hideg nekem még kikezdte, egy ilyen digitális mióta párnát a hó, is, meg aztán nem tudom mitől, de nem akart elmúlni, mert annyi mindent csináltam, és nem akar elmúlni. Én nem tudom, mi van, rettenetes, egész éjjel nem aludt. Igen, hát így van ez, igen. Én nézést! Én a gyerekeknek akarom bevezetetni a National Geographicot, meg a Nickelodeont, meg a Erotik... Ja nem, a izét, a Minimaxot. Minimaxot, na. Milyen számot húzott? Mi, most mi ez, lottósorsolás? Tessék, 6-os, fast 9-es, na. Akkor kérem, szíveskedjen várni. Nem itt képzeltem el a napomat. Még el kell menjek a népesség nyilvántartóba. De kérem, itt még rengetegen várakoznak. Mit rengetegen, az a családom. Na, halljak meg, el akar zavarni. A 9-essel most nem jöhet, menjen arrébb a 9-essel. Jaj, ma száműzött lettem. Elnézést, hölgyem, volna szíves rám nézni, mikor önhöz beszélek? Figyelek. Monitort nézi. Segíteni próbálok. Nekem? Nem, a kolléganőnek meg kérdezett valamit. Figyeljem, ma kiküldték ezt a számlát, hogy fizessek be 34 ezer forintot. Postán tudja befizetni. Mit simogatja azt a macskár? Nem. Miért kéne nekem ekkora összeget kifizetnem? Csak a gazdaságos családi csomagra fizettem elő. Az most ennyi. Te, Erzsi, annyira szép ez a kis blézer rajta. Igen, a izébe vettem abba a új üzletbe, ott a izé mellett. Ja, tudom, igen. Az outlet. Ó, oh, igen, most outlet rendezve minden, és semmit nem talál. Jaj, olyan lassan megy itt minden, én olyan ideges vagyok, és olyan idegesít mindenki. Nagyon idegesek a emberek, te veszekszenek, gyűlölködnek. Igen, mindenki csak szitkozódik. Ennyi ocsmány szemétembert, komolyan mondom. Tessék mondani, ha nekem otthon van ilyen analóg interfészem, mint például a kompozites videó, meg van digital visual interfész is, akkor azokkal a HDMI kompatibilis.
Egy pillanat, meg kell kérdezzem a kolléganőt. Jaj, ma biztos nem ért hozzá. Na jó, húzzunk el innen. Rembrandt, önarckép, gyertek! No. Na jó, húzzunk. Origo, viaszad, gyertek! Viaszad, csinálsz, hogy gyertek már! Na. Tegyed le azt lefele! Na, jó, na én most, vagy mi itten... Tévét és internetet szeretnénk. Adhatom csomagban? Már hogy nagyobb kólával, meg kis krumplival vagy? Nem, he. Ez úgy néz ki, hogy most két hónap pedig díjmentesen vihelte haza az ön által választott készüléket, szóval mindenki állandóban olyan, hogy optikai ingered a harmadik hónaptól 5700 forintot kell fizetni, de negyedik hónaptól 12000 forint lehet, ami viszont díjmentesen beszélnének, 5700 forintot kell csak fizetni, és amikor következő hónapban már csak 12000 forint lehet, de addig díjmentesen fogják, és a letöltési korlátot. Azt ott kérem, akkor jó. Te 504-es, az nem te vagy, Erzsike? Nem, én 809-es vagyok. Mi van ráírva ott alatt? Hát, hogy a várakozók száma 305. De ez reggel volt. Na, akkor most már csak sorra kerül. Igen, de azóta csak többen vannak. Nem hiszed el, nekem úgy fáj a fejem egész éjszaka, napok óta is. Miért nem mész el egy reiki tanfolyamra? És akkor nem fog fájni? Hát, amíg a tanfolyamon vagy, addig biztos nem. És fontos, hogy ahol laksz, ott legyen ilyen kínai energia, ilyen csí. És nálatok a házban van csí? Van, egy bácsi. Ön lakik a negyediken. Itt tegnap egy néni volt, de rosszul le. Miért? Állítólag attól, hogy előttünk az elműnél, meg a nyugdíjfolyósítónál is járt, és utánuk, ezek után még be kellett venni a postára, meg a díjbeszedőhöz. Mikor gyűnnek? Hétfő reggel 8 óra, és péntek délután 5 óra között mennek ki a kollégák. Jó, és ha nem vagyok otthon? Akkor 24 órán belül érvényét veszti a szerződés. Akkor most napokig ki sem mozduljak otthonról? Azt én nem mondtam. Na de, hétfőtől péntekig. Jó, hát át lehet menni egy másik szolgáltatóhoz is, hogyha gondolja. Tisztelt ügyfeleink, értesítjük önöket, hogy kirendeltségünk 5 perc múlva bezár. Mi van, Kati néni, megint nem került sorra? Nem a rossz sebetje meg. Biztos későn tetszett jönni. Reggel 9:30-re jöttem ide az ajtó elé. Látja, 9-re jön, lehet, hogy 5 körül már végzett volna. Nem baj. Majd hónap újra megpróbálom, Isten áldjon. Viszlát.